az idősek klubjában beszélgetünk mi fiatalok, hát édesapáddal éppen most emlegettem, amikor vagy 30 évvel ezelőtt, de régebben futballoztunk együtt, és időközben Kreváncsi Lábor docsáné lett, és irányítod ezt az intézményt. Ha minden teljesen tele, akkor mennyien vagytok? 20 fő. Most amikor olyan az idő, meg egyebek, és otthon vannak, akkor hogy kapja meg az ebédjét az, aki nem jön el? Annak kiszállítják az ebédet. Mennyien vannak olyanok, akik segítenek? Ketten vannak jelen pillanatban. Hát a két ifjú hölgy, aki itt van velem szemben, és most szirengem, mert ide kellett jönni, úgy hívják őket, hogy? Gulán Beáta és Kránic Katalin. Akkor Beácskát fogjuk először megkérdezni, mert ő ül a sorban a szélen, hogy hogy lesz az emberből a szociális munkás? Hát a hivatal által lett a szociális munkás. Elvégezte be a micsodát? Hát érettségiztem. Igen. És van három év szakmunkásom is. Milyen szakmában? Nőről készítő szakmában. Nem tudott elhelyezkedni máshol? Próbálkozott? Próbálkoztam, de nem jött össze. Lett volna a munkahely, csak amikor be kéne járni, és többek kerül a lé, mint a hús? Nem munkahely, hanem jelentkeztem egy Miskolca rendőrszakra, csak nem jött össze. Rendőr lesz az Endre, nézem itt magamnak, eszem, mint a penge. Mivel volt a gond? Nem volt elég sportos, mit mondtak, vagy a hát, különböző tesztek? Miskolca nem sikerült a felvételim, Pestre felvettek. Igen, csak ott meg messze van, annyi azt mondta. Nem azt, hogy messze. Helyhiányába átmentem Sopronba, igen. És oda telefonáltak két nap múlva, hogy Pestre felvettek, és oda visszamentem. Csak ott nagyon kehéz volt a kiképzés, és ott nem bírtam. Most egy kicsit azért faggatom én ebben a témában, mert a mai fiatalok körében nem egyedül, aki ilyen terveket sző. Ugye mindenkinek vonzó ez a pálya, és ez maga nemében nem baj. De akkor ezt tegyük hozzá, hogy tehát nem elég a jó szándék, sok minden kell ahhoz, hogy összejöjjön. Hát sok minden, mindenhova mehetnek, csak Pestre nem menjenek rendőrök. Hát, nem bírják. Ne riogassuk egymást, nem ezért, igen. Tehát lényeg az, hogy nehéz a kiképzés. Ilyen kiképzés után az ember már akár négy fiút is elbír egyszerre. Persze, két napig nem bírtam menni. Igen, jó, de most már tud menni. Milyen feladata van, hány embernek hordja ki az ennivalót? Hát körülbelül 6 embernek. Mivel? Igen, kerékpár. Saját? Nem, a hivatal. Tehát az önkormányzat ad kerékpárt azzal, mikor kell reggel jönni dolgozni? 7:30-ra. És akkor 7:30-tól, amíg viszi az ebédet, addig mit csinál? Hát az öregeknél vagyunk itt segíteni, vérnyomást mérünk, fát beordunk, vizet beordunk, és amit kell segítünk, a boltba elmegyünk, mindent tudunk segíteni. Tehát azoknál a családoknál fel van osztva, úgy, ahogy kell? Igen, igen, igen. Na most az, hogy ilyen viszonylag egyszínű pólóban vannak kegyelmetek, ez a forma egyenruha? Nem, hát éppen ezt vettük fel. Na most Bácska kóvágott a rendőrségtől a szociális munkásig, ami a kegyet sorsát illeti? Én nem ide valósi vagyok, én Pestre való. És hogy lett itt szociális munkás? Hát én is, engem is a hivatal vett ki dolgozni 6 órába. Tehát akkor a minimálbér vetület a 6 órában ez a juttatás. Hány helyre tetszem vinni az ennivalót? Én is 5-6 helyre. Most, mint pesti ember, mondom én a pesti embernek, hogy tud Istvániban térképpel eligazodni, vagy már itt él régen? Most már megszoktam. Most már úgy azért ismerem az embereket, de most már nincs semmi gond. Most ami előképzettségét illeti, eséllyel indult volna szinten, hogy valami szakmában vagy máshol dolgozik? Nem. Csak a 8 osztályban. Most nem bántás ez, mert kinek mire futja. És végül is ugyanúgy, mint Bea, itt is, ott is, amott is segíteni kell? Persze, igen, mindenhol. A módi az az, hogy mondják, hogy tessék nekem segíteni, vagy pedig az ember látja, hogy tenni kell valamit? Hát igen, meglátjuk, de azért mondják is, hogy éppen vasalni kell, vagy hozzuk el kimosni a ruhájukat, az ágyneműt, vagy mikor mit. És akkor nyek nélkül örül az ember, ha segíthet? Hát persze, segítünk, hát nem tudnak ki se jönni. Igen. Úgyhogy, hát... Na most persze, hát ugye még megveszekedetten fiatalok tetszenek lenni, most nem az irítség beszél belőlem, tehát ebben a korban általában nem ezt szokta a fiatal lányokat jellemezni, hogy annyira akarnának az öregeken segíteni. De hát itt munkalehetőség nincs, ezt... Tehát ezt tudomásul kell lenni. Így van. Itt sehova nem lehet elmenni dolgozni. Még gyarmatra, mert gyarmaton, aki talál munkát, inkább azt veszik fel. A helyiek közül. Igen. Aki oda valósi. Na most azért be, hogy csak fickándozzunk, mert ugye annak idején én érettségiztettem ott ezt a csapatot. A szakképzésben most már végképp letett arról, hogy érettségre alapozva próbáljon valami felsőfokú tanulmányokat? Hát most egy darabig igen. Mert most keresünk a rengeteg pénzt. Rengeteg pénzt. Bespájzoljuk. Most próbálom az új életemet megalapozni végül is. Mert most költöztem össze a barátommal. Aztán most próbálok egy új életet megalapozni vele.
megint nem a szennyes fantáziám akarom lobogtatni. A férfi társam keres, dolgozik valahol? Még nem. De úgy tűnik, hogy lesz munkahelye? Igen. Itt helyben? Igen. Nos, ezt azért kérdezem, tehát nem rossz szándékkal, hogy azért, ha az ember dolgozni akar és megpróbál tülekedni, akkor valami lehetőség csak adódik. Nem mindig. Nem mindig. Tehát sokszor a jó szándék is kevés. Az sokszor is kevés, igen. Igen. Viszont abban, hogy az ember tudjon azért a párján segíteni, nagyon sokat jelent a jó szándék. Itt pár szót váltottunk a kezdet-kezdetén, eltetszett mondani, hogy férjem uram nincs itt a klubban. Igen, mert az már le van bénulva, majd 2 éve. Tetszik neki rendszeresen vinni az ebédet? Hát nem minden nap, mikor úgy alakul, akkor viszem, mikor nem, akkor nem viszem. Nos, ezt tessék be elmondani, igen? Amit nem szeret, azt nem viszem, amit szeret, azt a télviszem, azt megeszi. De na, amit nem szeret, azt nem viszem. Én is ilyen vagyok, hogy mindig a tejbegrészt azt nem szereti. Pedig az nagyon jó. Nálunk az lesz pénteken majd. A töltött nem szereti, nem viszem el. Menj meg a töltött káposztát, nem szeretem. Azt hiszem, hogy töltött káposzta kemény magos van, most azt hiszem, én nagyon szeretem. És mikor tetszik megtudni, hogy mikor mi a menü? Minden nap megtudom, a szomszéd azt megmondja. És akkor még reggel le lehet mondani? Persze, 9 óráig. Meg hát megüzenem már reggel, hogy na jövök délp az ebédre. Mennyit tetszene fizetni egy ebédért? Hát még magam sem tudom, 157 forintot. Igen, közben megkérdeztük Csillát, hogy hogyan ez a díj? Igen, milyen, hát én felejtettem már. Biztos, hát adják a csekken kell fizetni? Persze, kiszámolja, és már fizetem is kifele neki. Na most kérdeztem a csekket, tehát akkor ez úgy van, hogy itt betetszenek Csillának fizetni, és igen, ő fizeti be együtt, tehát nem kegyed megy a postára egy csekkel. Nem. Itt kis, ad kis ceklit róla, aláírom, és itt fizetem. Na most, mint aki azért főzött már egy-két levest. Ennyi pénzből, tehát 157 forintból tetszene tudni? Hát nem. Nem tudok főzni ennyiből, úgyhogy... Tehát végül is jó dolog az, hogy van ennyi. Jó, bizony jó. Már érdeklődtem, hogy hónap mi lesz a menü, úgyhogy... És mi lesz? Hát hónap valami főzelék lesz, úgy hiszem, valami leves, hát nem igen, tudom. Ez mondjuk ez úgy hívjuk, hogy azért a leves, mert fasírt lesz, itt súgják nekünk, hát azért férfi társak is vannak a körben. Mikor tetszett jönni ma? 11 óra elmúlt. És meddig lesz benn? Még megebédelek, megyek, mert annyi munka vár, hogy nem győzöm. Ja, értem, tehát akkor nem csak abból áll az élet, hogy ünnepelünk? Hát én csak mindig ebédelni jövök. Ha nagyon esik az eső, még akkor is van dolgom. Hány éves tetszik lenni? Én már 58. Már 58, hát ahhoz még van 40 év hátra. Nyugdíj már van? Hát már sajnos, hogy olyan korán kellett nyugdíjazni, de még 40 éves alig voltam. Én már és mennyit tetszik kapni, mennyi nyugdíjat adni? 31 ezer. Hát most már ezt megint fogják emelni egy kicsit, akkor már csak több lesz. Most emelték meg 300 forintra. Na de én azt mondom, hogy... Amit kaptam, 300 forintra. Hát akkor dorbézolunk, most Csilla, hadd faggassalak már közben, mint megőrítem az operatőrt, hogy körbe-körbe kell forogni, hogy odaérjünk, ahová kell. Mondjuk, ha az összetételt néznénk, akkor körülbelül a hölgy és az úr az a hű képét adja a 21-es mezőnynek, tehát hasonló sorsú emberekből áll a csapat. Igen, igen. Na most, ami a feltételeket illeti, ott a szomszédteremben van a klubterem. Igen, ott van az étkező. Itt is, és a mellettünk lévő teremben is társalkodó. Konyhából itt közvetlenül át tudjátok hozni a menüt, vagy körbe? Nem, itt közvetlenül át lehet hozni a folyosón a menüt. A hölgyek azok a tálalásban is, meg utána már az edények elmosásában is segítenek? Igen. No, most én arra gondolok, hogy ők viszik is az ebédet, akkor közben már akik itt bent vannak, azoknak ők itt kiosztják az ebédet, és úgy mennek el. Igen. Közösen kiosztjuk, több, ők addig kiviszik az ebédet, itt akik bent ebédelnek, megebédelnek, utána elmosogatjuk az edényeket, és a nagy edény pedig visszavisszük a konyhára. Mikorra érnek ők a körből vissza? Hát körülbelül 1:30, 1 óra. És akkor meddig vannak itt délután? Ők 6 órában vannak alkalmazva, 1:30-ig. Tehát akkor érdemben ki van töltve a munkaidejük. Jó meleg van itt, hogy neki vettem, csak azért, mert mellette ülök, hanem egyébként is jó, kellemes idő van. Saját fűtés, vagy együtt a... Konvektor önállóan. Két konvektor önállóan fűti az épületet. Logikus, szombat vasárnap zárva vagytok? Zárva vagyunk szombat vasárnap. Anyujék ugye elmennek szünetre december 20-ától az óvodával, ti? A főzés itt is szünetel, a konyha leáll, de két ünnep között is ellátjuk az időseket. Na most az ellátásba értsem azt, hogy valahonnan ennivaló is lesz? Hát ennivaló nem lesz, de a bevásárlás, a takarítás... Meg beálljék, elmennek, annak úgy jön, hogy segítenek, mint igen, hogy most segítettek közben. Igen. Illetve, aki ide be akar jönni, az bejöhet. Így van. Nézheti a tévét. Így van, nézheti. És egyebeket.
az az általános vélemény, mint a hölgyé és az úré, hogy örülnek, hogy van ez a lehetőség. Igen, örülnek. Emelt az önkormányzat díjat, vagy ez mióta világ a világ ennyi, hogy emlékszel? Hát most 2 éve nem volt térítési díja. Nincs is a levegőbe, hogy emelni? Nem tudom, még most nem hallottam róla. Lesz-e valami karácsonyi vagy mikulási ünnepség, terveztek egyet, jönnek anyuik, átjönnek a gyerekekkel? Tervezni, igen, átjönnek a gyerekekkel, adnak egy kis műsort, állítunk egy kis fenyőfát, és ilyen saját készítésű ajándékkal meglepjük az időseket. És olyan, hogy mit tudom én, most voltak Katalinok, Erzsébeték és egyebek, hogy egymást az idős emberek köszönti? Hát egymást nem, mi szoktuk őket megköszönteni egy szál virággal. Én azt kívánom, hogy sokáig működjetek, még eredményesen, kellemes karácsonyt, és egy boldog új évet. Köszönjük szépen!